találtam egy nagyon jó kis történetet, és ha megengedik, ezt felolvasnám önöknek. És ezzel szeretnék önöknek nagyon kellemes és boldog nőnapot kívánni. Így szól a kis történet. Kedves hölgyek, kérlek, álljatok meg lélekben egy pillanatra. Álljatok meg azért, hogy igazán meghalljátok azt, amit szeretnénk mi így férfiak mondani nektek. Az élet apró pillanatokból áll, melyek felett legtöbbször csak átrohanunk. Ezért, ha most megálltok egy pillanatra, és átérzitek azt a szót, hogy köszönöm, hogy köszönjük, talán picivel szebb lesz a napotok, itt ez a mai nap. Én is, mi is megállok itt, most lélekben, és megköszönök minden apró csodát, mely hozzátok fűződik. Megköszönöm, hogy léteztek, mert nélkületek nem lenne sem teljesség, sem öröm, sem vágy, sem puhaság, sem szeretet. Olyan jó, hogy vagytok nekünk. Köszönjük igazán. És persze mindazt, ami ezek mögött, a csodák mögött áll. A nőt, és a kiskamaszt, a feleséget, az anyát, a nagymamát, aki mindenhol a szépséget és a szeretetet jelenti. Igen, fantasztikus, elragadó, szép, értékes. Ezek vagytok ti nők. Mert minden nő gyönyörű. Boldog nőnapot kívánok!